mert sziasztok, Gábor vagyok, Szexádról, akinek a lányát tölték meg 3,5 hónappal ezelőtt a kis Leonettát. A mai napon volt a Dánielnek egy tárgyalása, ahol az édesanyja is elmondta, hogy a kisfia bevallta, hogy nem ölte meg a Leonettát, hanem a bütyök, aki szexárdi lakós. Most is megkérdeztük a Dánieltől, aki kiabálta, hogy a bütyök ölte meg a lányt, és nem ő ölte meg a kislányt. Ő csak befolyásolták ebben. Ő vitte fel a patakra, de nem ölte meg. Őt megfenyegették azzal, ha nem veszi magára a gyilkosságot, akkor őt is meg fogják ölni. De nagyon megkérek mindenkit, és mindenhol, hogy ezért egy újra felfedezést kérek. A szexárdi a BV-ben olyan vallomást tettek, úgy tettették a Dánielnel a vallomást, hogy le volt hibernával, amit Magyarország történelmében soha nem hallottam azt, hogy hibernálás alatt, ami drognak minősülő állapotban volt, úgy tettettek vele vallomást. Egy, a jegyzőkönyv aláírása, mint az édesanyja elmondása szerint, nem egyezik a Dani aláírásával, mivel a Dániel gyöngybetűkkel ír, amit én tudom bizonyítani, a Dániel nem analfabéta. Az minden, amit van a jegyzőkönyv alatt, az minden, de nem kalányos Dániel mutat ki semmilyen féleképpen az aláírás. Itt a Tolnamegyi rendőrséget most megyek be megtenni a följelentést ellen, és úgy, hogy drogos állapotban hallgatták ki Kalányos Dániel lakost, aki állítólag megölt a lányomat, de állítólag nem is hibás a gyilkosságban, amit most a mai napon itt derültek ki. Kérem, a múltkori esetben Kalányos Dániellel mindidáig, a tegnapi napig senki nem érintkezhetett, sem a szülő, sem mi rokonok. Ő az e-mailből rakott egy ilyen interjút tévéseknek, hogy az ő bűntársa kim van külföldön. Ezt honnan tudta, hogy ő, ez az illető, kim van külföldön. Tegnap az édesanyjával volt egy beszélő, ahol elmondta azt a bütyök a bűntársa neki a gyilkosságban. Ezt nem értem. Hogy tettek ilyet? Hogy tehették meg vele így Szexárdon? Hogy olyan vallomást tegyen drogos állapotban, lehibernálás állapotban. Nem tették volna meg ezt vele, hogy ilyen állapotban vallomást tegyen kár a Dániel. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek!